Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt a Game of Legends című sorozatunk 16. epizódja. Folytatjuk tovább az imént beígért Maxi, illetve az előző adásban bejelent Maxi 15 elnevezésű játéknak a bemutatását, viszont ez már az utolsó falatkája lesz ennek, mert kicsit most már kezdem ezt a fajta játékot unni. Következő játékot kihagyjuk, mert hogy röplabdázni nem tudok. Úgyhogy akkor a Do's with Dudes with Attitude elnevezésű játékkal fogunk most játszani. És akkor egy játékosost játszunk, és mondjuk Foxyval játszunk. De ismerős ennek a zenéje egy picit. Aha, fel kell keresnünk őt, nem? Várja, itt most a billentyűkkel van egy kis gondom, gyorsan megnézem a billentyűket. De nem ez a billentyűk, hanem a... Hol van ez? Emulátor? Nem, hanem a Controls. Úgyhogy hívják Controller, az. XZ. Na pedig akkor jókat nyomtam. Na nézzük. Most már tudom, hogy mi lesz ez a játék. Már ha eljövök. Aha! Ez már valahonnan ismerős nekem ez a játék. Mi a? Na, megtaláltuk a sárga festéket. Mintha ez a játék ismerős lenne nekem. Aha. Na, kaptunk fehér festéket. Ez most gyorsan leszedi magának. Gyorsan ezeket is leszedjük, és akkor most már csak a sárga festék kell nekünk, és akkor le tudjuk szedni a... Már ha engedi, ez az. Igen. És akkor gyorsan ezeket is leszedjük. És akkor utána már csak a lilát kell szednünk. Ugye itt az a lényeg, hogy először is be kell kennünk magunkat festékkel, és utána a megfelelő ugyanolyan színű ecsettel leszedni és kimenni a kiáraton. Ezt már valamikor játszottuk ezt a játékot, úgyhogy én azt mondom, hogy ez az egy kör elég volt nekünk, de azért megnézzük, hogy mi a... Ja, mi vagyok. Ja. Jó van, még tanulni kell ezt is használni. Jaj, de hosszú az az U betű. Hogy messze van inkább. Na és akkor... Aha, most megnyíltak újabb pályák. Ott fönt a 2X-hez itt. Ezek itt megnyíltak. Merre engedsz indítani? Aha.
Au. Hát ez minket eltalált. Jó, keressünk egy másik játékot, mert mi már ezzel játszottunk. Úgyhogy akkor nézzük a következőt. Dupla strike. Aha, lövöldözünk a repülőgépeket, már ha egyáltalán sikerül. Au. De ez tetszik nekem. Jó kis sárkát típusú játék. Hú, és még alul is vannak repülők. És ráadásul a felhőktől ugye eltűnünk. Au. Jó. Még egyet próbálunk. És most bocsánat azoktól, akik ezeket a játékokat így megkedvelték, de ugye most már a hátralévő játékokat be kéne mutatnom. Hogy aztán tudjunk ismételten egy újabb csomaggal játszani. De nem játékcsomaggal, hanem újabb lehetőséggel, újabb játékkal. Van egy kis szünet, azért azt látni lehet. Hoppá, töltény. Aha, tripláztunk. Akkor most oda kellett volna figyelnünk, hogy ezt minél tovább megtarthassuk, de ez most nem jött össze. Jó, következő játék. Kicsit most ilyen sietősre vettük a dolgokat. Crazy Creatures. K-val mind a kettő. Na nézzük, játszunk egyet. Oké. Egy játékos, igen, difficulty, igen. Jó, menjen. Tetris. Egyes számú hullám. Három cicát. Na igen. És mi van? Na, most mi van ebben a feladat? Game over. Na, ezt fejtsük meg, miről szól ez a játék. Három állatot kell egy csoportba raknom. Aha! B-t kellett volna nyomnom. Nem. Aha, most már erre jöttem. És ugye itt a végén vigyáznom kell arra, hogy... lejárt az óra. Na, második hullám. Csigákat is. Szépen. Oké, jó nagy mennyiség. Ez ilyen pársítgatós játék, már hogyha egyáltalán sikerül végigvinnünk, de nem baj, hogy
Ennyire gyenguskák lettünk ebben. Na, most már három állatot kapunk. Ah, pont odaadta. Ah, már átlóba is jó nekem. Igen. Kicsit lassan lehet itt dolgozni. Még egy kicsit ráérősen. Igen. Szüntessük el a futósokat, ezt is. Igen. Igen. Azért gyors kéz kell, hogy ezt jól játszad. Már csak azért is, mert lejár mindjárt az időm. Fú, nem könnyű. Na, még ezt a hullámot megcsináljuk, és utána... Azért ez így zavaró nekem egy kicsit. Még elefántokat is kaptam, tökéletes. Itt elég sok van. Oda rakhatnánk egy kígyót is, akkor kettő is eltűnik, így van. Ide meg rakhatnánk egy kutyát, ide is. Ezt még nem tudom, miért oda kellett volna. Akkor még ezt a hullámot itt végig csináljuk, és utána megyünk még egy játékot. Lassan már véget is ér a mostani adásunk. Ebben az a nehéz, hogy egyik sarokból a másikba kell vinni a dolgokat. Mindjárt itt kiürítésre kerül itt az egyik sarok, már hogyha odáig eljutunk, de nem leszünk odáig vége. Jó, na akkor próbáljunk egy újabbat. És akkor ez lesz az utolsó játékunk ebben a mai adásunkban. Hát ezek között szerintem a Tides of Fate-et vegyük elő. Oh my god! 90-es játék. Egyes szint. Oh! Ez a japán micsoda játék, ezt azt hiszem szeretem játszani. Na, várjál, hogy van ez? Igen. Dupla klik kell ahhoz, hogy működjön a dolog. Igen, ott a négyes. Igen, két ötös. Igen. Igen. Na, azt még nem tudjuk, de fel tudjuk. Kell használnunk. Randva. Mellé klikkelek folyamatosan. Na, ezt miért nem engedi? Akkor téged enged? Igen, enged.
téged. Engem, téged nem enged. Akkor téged biztos, hogy fog. Igen. Hármas. Ja, a két irányból kell, bocsánat. Hát azért nem engedte. Viszont most már ezt engedni fogja. Így van. Kaptunk valami pluszt. Nem értem. Az imént engedte. Lejárt az óra. Game over. Jó, hát még egy játék belefér. Most egy picit másabb játékkal játszunk. Piramis. Na mi lesz ez? Az itteni piramiddal fogunk játszani. Oh my god, halálfejek. Jaj, ne, Tetris. De nem vagyok ezzel jóban. Főleg úgy, hogy itt most háromszögekkel kell jól bánni. Ez az. Jó, hát ezzel sem fogunk sokáig játszani. Mondom. Szerintem az adás végéig nem akarom, hogy unalmas legyen nektek. Úgyhogy akkor addig én tarthatok, hogy szerintem egy kis összefoglalót itt az eddig megismert, illetve így a nagyjából most már megismertük mind a 15 játékát ennek a csomagnak. Azt nem kellett volna. Úgyhogy így nagyjából azért el tudom róluk mondani a véleményemet, hogy ez egy egész jó kis csomag. Vannak benne igen jó kis játékok, ugye, és a legvégét azt nem is mutattuk meg, mert ugye azt a játékot már játszottuk, szóval azért vannak itt általunk is ismert, illetve már korábbi adásunkban megismert játékok, azt sem oda kellett volna. Úgyhogy van benne persze szerethető játék, és hát reméljük, hogy nektek is azért megtetszett ez a kis bemutatója ennek a csomagnak. És a folytatásban, a következő adásunkban egy olyan játék kerül ismételten terítékre, amelyet már bemutattunk, méghozzá Jackal nevezeti játék fog következni. Azért jön ez a játék, mert kedvem támadt megint ezzel a játékkal játszani, egyszerűen annyira tetszett nekem, hogy megérdemli, hogy ez a játék ismételten műsorba kerüljön. Úgyhogy én most már azt mondom, hogy ezzel a játékkal én kimaxoltam itt ezt a Maxi 15-et. Jó, nem az összes játékot, de kicsit most elég volt ezeknek a játékoknak a bemutatása. Következő adásunkban egy másik játék kerül ismételten terítékre, tehát akkor... Úgyhogy köszönöm nektek a figyelmet, remélem, hogy tetszett nektek ez az adásunk, várunk benneteket a következő epizódunkban. Sziasztok!